Három fiú gyerekkel mi volt a fegyelmezési eszköz? Nagyon érdekes dolgod, amit most mondasz. Mert a kézrecsapás? A mai világban az ember fél egyáltalán kimondani ezt is, hogy véletlenül most és összerezzem be, zizzembe hallgattam a te történetet, mert úgy voltam, hogy holnap ebben mekkora szlagcímek lesznek majd, hogy csuti veri a gyereket, tehát az a baj. Állandóan. Te egyszer kapott a kezére, állandóan. Jól láthatóan a gyereked is. Véresre. Nem az az, hogy Budapestnél erősebb, hanem hogy nagyon erős. Agyon. Igen, és elmondok egy nagyon kedves kis történetet, ugye mi hárman vagyunk fiúk, azért ez nem egyszerű, és az öcsém egyszer az UNICEF-nek volt a családon belüli erőszak elleni kampányának az arca. Kösz, hogy ezt hozzátok, most már biztos cikk lesz belőle. És mindenféle fegyelmezési módszerekről kellett ilyen előadást tartani, és Tomikának volt egy nagyon kedves, hosszas beszéde, mely arról szólt, hogy ez nem jó, majd a végén azt mondta, hogy azért én is megkaptam apámtól, és nem is szégyen, és meg is érdemeltem, és mindenki nézte, hogy Tomika, azért tudunk dönni erről. És hozzátenni, és meg is érdemeltem. De az a durva az egészben, hogy egyébként most ha PC, ha nem PC, én is kaptam fakanállal, ezzel-azzal, mit tudom. Tört is el. Nem voltam jó gyerek. Kifejezetten az öcsémmel együtt. Kifejezetten nem voltunk jók hárman egyébként, úgyhogy én úgy vagyok fel, hogy nem a belém pszichologizált betegség megérdemeltem, de szerintem egyébként nekünk jót tett egyébként. Ilyen nincsen, ezzel maximálisan nem értek egyet, tehát ilyen nincsen. És valószínűleg akkor még nem volt ekkora szakirodalom annak, hogy minden más lehetőség van egy szülő kezében akkor, hogyha akar más lehetőségeket találni arra, hogy hogyan fegyelmezzen egy gyereket. Semmi, na, semmilyen utamában nem megengedett. De hát az ellenkező oldalra, és most úgy jön ki, hogy én egy ilyen... Nem, abszolút nem. 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 Nem.